Néhány hónappal ezelőtt a kezembe akadt egy könyv, amit éppen a polcon keresgéltem itt a könyvtárban. Margaret Atwood nevű szerzőnek a Szolgálólány meséje című műve, ami, mint megtudtam egyébként azóta, hogy filmet is forgattam belőle, én nem láttam magát a filmet, nem is akartam megnézni, de kíváncsivá tett az, amit a történetről leírtak a rövid ismertetőben. Számomra roppant érdekes volt, amikor elkezdtem olvasni, hogy fölvázolódik egy olyan világ, amely valahol az Egyesült Államok területén zajlik. Mi például azért tudjuk ezt, mert többször említve van, hogy a főszereplő korábban a családjával együtt szeretett volna Kanadában átszökni, és ebben a világban valami a maitól teljesen eltérő törvények uralkodnak. A vallási élet egy olyan irányba fordult el, és a vallási alapokra helyezve egy olyan társadalom alakult ki, amit ma egyszerűen épésszel talán nehéz lenne fölfogni, hogy fiatal nőket arra kényszerítenek, hogy mint egy, hogy is mondjam, aki magán viseli a család gyarapításának a terhét, de nem úgy, mint feleség, hanem akár még talán úgy is mondhatnám, inkább mint egy ágyas, akit védenek, az a feladata csupán, hogy megfogadjon benne egy gyermek, és ezt a gyermeket ennek a családnak adja. Elképesztő a történet. Tényleg egy érdekes példát mutat arra a szerző, hogy ha nem figyel oda egy társadalom, milyen határokat léphet át, és milyen világot alakíthat ki magának, amelyben egyszerűen borzasztó lenne élni. A történet egyébként nagyon hitelesnek tűnik, tényleg egy naplószerű leírása annak, hogy hogyan zajlik ennek a fiatal nőnek az élete, aki egyébként a gyermekét, a kislányát és a férjét is elveszítette, akikről semmit nem tud, új nevet, új személyazonosságot kap lényegében, és egy családnál kell neki élnie, és az a feladata, hogy ebbe a családba egy gyermeket szüljön. És aztán a történet végén persze az is kiderül, hogy valójában itt egy távoli jövőről van szó, egy konferencia keretében értékelik azt, hogy milyen is volt ez a világ, milyennél alakult. Roppant elgondolkodtató kötet, aki szereti egyébként magát az ilyen elgondolkodtató történeteket, és együtt tud érezni egy fiatal női főszereplővel, annak feltétlenül ajánlom, hiszen egyébként nagyon olvasmányos és érdekes kötetről van szó.